mai adást az Inspibox támogatta. Inspibox. Élményekkel tele. Nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a Kreatív Pihenő élő adásában. Kivételesen kiköltöztünk az oldalra, úgyhogy most azokhoz is szólok, akik eddig még nem láttak Kreatív Pihenőt, vagy nem követték ezt a Facebook csoportot. Érdemes csatlakozni a Facebook csoportba, hogyha van gyermeketek a 7-től 14 éves korosztályban, akkor nekik szólok minden hétköznap délután, 2-kor és 3-kor közösen alkotunk. Úgyhogy ma ez egy különleges nap, hiszen az első ilyen több kamerás élő adást fogjuk most kipróbálni, tesztelni. Hogyha van észrevételetek, akkor nyugodtan írjátok meg, remélem jól hallani, és már is belecsapunk itt az alkotás bugyraiba. Remélem, hogy a Kreatív Pihenő Facebook csoportban is ide találtuk, természetesen megosztjuk ott is, úgyhogy ha itt vagytok már velem és készen álltok az alkotásra, akkor jelezzétek nekem, írjátok meg, hogy szia Anita, és írjátok meg a keresztneveteket, hogy lássam, hogy kikkel alkotok közösen együtt. Hát egy nagyon-nagyon izgalmas hétvége áll mögöttünk, ugyanis ugye gyereknapon nyitva tartottunk itt az Inspirációk élménystúdióban, és zseniális érzés volt újra, hogy itt megtelt élettel a hely, hogy sokan eljöttünk, eljöttetek, és nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, hogy itt voltatok. Egy picike alkotás is belefért, és hát aztán pedig ugye nagyon sokatokkal fotózkodtunk, találkoztunk, és nagyon-nagyon jó kis gyereknapot töltöttünk együtt. Mostantól egyébként pénteken déltől 6-ig, és szombaton 10-től 1-ig leszünk nyitva itt az élménystúdióban, úgyhogy lehet továbbra is hozzánk jönni. Ugye itt van a Csorban itt a webshop, és rengeteg kreatív kincset lehet itt vadászni, nézni és vásárolni, úgyhogy gyertek, nagy szeretettel látom titeket. Aki pedig ide az élménystúdióba szeretne jönni, most nyáron nem lesznek ilyen alkotóműhelyes rendezvényeink, ugyanis a nyári táborok időszaka következik, és június 29-től beizzítjuk az alkotós táborokat. Lesz álomszobagyár tematikájú tábor és Inspibox tematikájú tábor, a webshopban megtaláljátok a pontos részletes leírást. Egy hetes turnusok lesznek 6-tól 11 éves és 10-től 14 éves korosztályban szétválasztva, úgyhogy nézzetek föl, 15 fősek a csoportok, nagyon pici létszámban dolgozunk, hogy minél biztonságosabb legyen, úgyhogy ha van kedvetek, akkor gyertek el hozzánk nyári táborra. Na, bele is csapok akkor az első alkotásba. Legelőször, ugye most a héten természetközeli tematika van, úgyhogy a héten ilyen természetes dolgokat fogunk csinálni. Most legelőször egy nagyon-nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon jópofa kis virágdekorációt, kis virágot fogok készíteni veletek, és már is mutattam, hogy mi kell hozzá. Készíthetitek papírból, sima színes papírból, készíthetitek filcanyagból, és készíthetitek dekorgumiból is, kinek melyik a szimpatikus. És már meg is nézem, hogy ki csatlakozott, ugye mindig nagy örömmel beolvasom is a keresztneveiteket, mint azt, ahogy már megszokhattátok. Aki pedig most lát először, mindenképpen írja meg, hogy itt van velünk, és hát érdemes csatlakozni a Kreatív Pihenő Facebook csoportba, ugyanis ott van minden egyes hétköznap délután ez a kis alkotós 2 óra, ugye ezt akkor tettem, ezt az ígéretet, amikor elindult ez az otthonmaradós időszak, hogy március 14-től egészen addig, ameddig otthon nem maradunk, vagy az iskola végéig, addig minden hétköznap délután 2-kor és 3-kor jelentkezem egy inspiráló 3-4 órával, 1 órával, és ez kétszer, tehát 2-től és 3-tól. A mai az egy kicsit kivételes, mert a 2 órás adás picit későbbre csúszott, de érdemes minden napot várni és velem együtt alkotni a gyerekekkel. Ugye szombatonként meg azt már tudjátok, hogy az élményfestésen vehettek részt. Azt amennyien vagyunk, hát ez nagyon-nagyon szuper, aki itt van és látja és örül ennek az alkotós élőnek, az dobjon nekem egy lájkot, el ne maradjanak a lájkok. És hát névnap, mennyi névnapi köszöntés! Igen, tényleg én el is felejtettem, hogy ma van a névnapom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok-sok köszöntést! Mónika, Tünde, Dorina, Zsófi, Dorinával ugye végre személyesen is találkozhattam vasárnap, fantasztikusan jó volt, hogy eljöttél. Köszönöm szépen Larának, Petrának, Lüsszinek, Lüsszivel is találkoztam szombaton, szia Lüsszi innen is, nagyon örültem, hogy megismertelek. Itt van még Lora, Ildi, Petra és Bernadett, meg Emese, mennyien vagyunk, nagyon-nagyon
Zseniális, nagyon jó, hogy ennyien csatlakoztatok. Hát majd írjátok meg ezt a több kamerás módot, hogy hogy tetszik, és akkor igyekszünk majd emelni a színvonalát itt az élőknek. Na de, hogy rátérjünk akkor a valódi alkotásra, hogy akkor virágokat fogunk, most egy egyfajta virág alkotást fogunk elkészíteni, és akkor remélem, hogy most már előttetek van a megfelelő alapanyag. Mondjuk én ebből a narancsárga dekorgumiból fogom elkészíteni, és az a lényeg, hogy 4 vagy 5 darab ilyen kis szirom mintát kell kivágni. Mégpedig ez úgy néz ki, hogy egy picit ugye ilyen csúcsos az egyik vége. Ja igen, elfelejtettem, hogy több kamerám van. Szóval egy picit ilyen csúcsos az egyik vége, és a másik vége meg ilyen lapos, és ezeket össze fogjuk ragasztani. És így kialakul ez a levélnek is használhatjátok, szirom formának is használhatjátok, tehát ami így szimpatikusabb. Úgyhogy ebből vágjatok ki, mondjuk, hogyha egyszínű virágokat szeretnétek, akkor, vagy egyszínű virágszirmokat, akkor 4 vagy 5 ugyanabból a színből. Természetesen lehet variálni is, és több színből kivágni, és akkor még izgalmasabb tud lenni a virág, illetve hogy a dekorgúminak megvan az a jó tulajdonsága, hogy lehet színezni, lehet festékkel is színezni, lehet filccel is színezni, úgyhogy mi is ezt fogjuk tenni. Egy nagyon csöpp ragasztót fogok ide a közepére tenni, így, és összenyomom. Ez maga a szirom készítés. Hogyha papírból készítitek, akkor a papírragasztó is tökéletesre, legyen az folyékony vagy stiftes, hogyha pedig dekorgumiból, akkor érdemesebb nyilván valamilyen erősebb ragasztóval, viszont akár lehet egyébként üvegcérnával is fölvarni, szóval az is egy jó megoldás. Azt nem tudom, hogy a stiftes ragasztó megfogja a dekorgumit, de tudjátok, mit ki is próbálom. Na, megnézzük, hogy a stiftes ragasztó összeragasztja nekem a dekorgumit. Megmondom nektek, és akkor tudjátok. Igazából lehet, hogy elég jól érzem, hogyha csipeszeritek, és úgy tartjátok, akkor simán lehet, hogy ez meg is ragasztja. Még egyébként lehetőség celluxszal is összeragasztani. Én azt gondolom, hogy az is azért jó, mert majd mindjárt meglátjátok, hogy a közepére mit fogunk tenni. Úgyhogy az el fogja takarni a közepére a dekoráció, úgyhogy azzal is megoldható. Lehet, hogy így a kettő kombinációja nem jó, hogy ilyen ragasztó, meg stiftes ragasztó is, meg ragasztópiszta is, ezért ezt együtt a kettő nem jó, úgyhogy szépen, simán a ragasztóval most megfogom. 5 darab szirmot készítsetek, és közben megnézem, hogy még bárki jött, még van 35 hozzászólás, nézzük. Igen, mindenki köszön. Petra már is írja, hogy nagyon tetszik neki ez a több kamerás megoldás, hogy jobban lehet látni. Hát szuper, nagyon-nagyon jó, ez most egy új próba. Úgyhogy nézzétek meg, ugye elkészült a szirom. Most már 3 szirom elkészült, még kell nekem 2. És ti is készítsétek velem, ahogy az elején mondtam, lehet ezt simán papírból is megalkotni ezt a virágot, lehet filcből. Hogyha filcből készítitek, akkor akár kulcstartónak is jó, és mindjárt rengeteg felhasználási lehetőséget is fogok mondani nektek. Én most egy sima ilyen kis 2 mm-es dekorgumiból készítem. Na, ha megvagytok a 3 vagy 4 vagy 5 szirommal, akkor most össze is ragasztjuk őket, és így egymáshoz szépen az összeragadt oldalnál egyszerűen ott is beragasztózom, és összefogom kell. 2 összefogok, szépen tartom, és ragasztom tovább. Hogyha bármilyen kérdésetek van, vagy kérésetek, akkor nyugodtan írjátok, hiszen ez egy interaktív adás, és azért találtam ki ezt a kreatív pihenőt, hogy itt jól szórakozzunk együtt, és nyugodtan írjátok meg, ha szeretnétek valamit, hogy újra megcsináljuk, vagy felmerült bennetek egy kérdés, ha valahol elakadtatok. Ez már a 130. adáson is túllévő adás, tehát már rengeteget élőztem itt az elmúlt 11 hétben, ez a 11. hét, úgyhogy nagyon sokszor találkozhattunk, és remélem, hogy nagyon tetszett. Hogyha valakit érdekelnek ezek az adások, visszamenőleg is meg lehet nézni a Kreatív Pihenő YouTube csatornájára, mindig föltöltjük őket. Hát ezt azért gondoltam, hogy nyáron is nagyon jól tud jönni majd
az alkotásos óra, és ott végtelenül sok alkotást most már megtaláltok, úgyhogy nyugodtan alkossatok egész nyáron, és június 15-én fog véget érni a kreatív pihenő. Tudom, hogy még mivel fogunk ünnepelni, de 15-én biztosan itt a főoldalon fogom tartani majd a kis záróbulit, de azt az alkotást is szépen majd meg tudjátok csinálni, és meg tudjátok találni. Na, hát szépen alakul a virág. Most azon azt nézem, hogy lehet, hogy ez egy kicsit még lehetett volna egy picit úgy összeragasztani, hogy körbeérjen, és ez annyira nem sikerült nekem. Úgyhogy most megnézem, de elég könnyen szétszedhető. Nagyon fontos dolog az alkotásoknál, hogy ne szomorodjatok el, ha esetleg nem úgy sikerül, mint terveztétek, és ne is kezdjétek előről, én nagyon-nagyon bátorítalak arra titeket, hogy ne kezdjétek előről, hogyha valami nem úgy sikerült, hanem próbáltok inkább megkeresni azt a pontot, ameddig esetleg vissza kell bontani, vagy ameddig ahonnan lehet újra indulni, és bizony onnan folytassátok. Ez fejleszti legjobban a kreativitást, hogyha nem mindig folyton-folyton előről kezditek, vagy nem leszúrjátok magatokat, hogy na ez most nem úgy sikerült, hanem hogyha megtaláljátok azt a pontot, ahol át lehet fordítani, és ahol olyanná lehet formálni, ami tetszik nektek. Úgyhogy most én is egy picit ezt példáztam ezzel, pont ma egy ilyen üzleti konferencián is meséltem erről, hogy micsoda párhuzamok vannak az alkotás és a tartalomgyártás között, és hogy hogyan fejleszti ezek a kreatív foglalkozások, hogyan fejlesztik a mi probléma megoldó képességünket, és most ezt itt meg is tudom nektek mutatni, és én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valaki elkeseredik közben, mert mondjuk recsöppent egy fekete paca, és hogy nem szabad, hanem meg kell látni a fekete pacában az új lehetőségeket. Na hát elérkeztünk a virághoz. A virágnak ugye még kell egy kis közepe, tehát ezt mindenképpen ti is érzitek, hogy kell. Igazából még lehetne neki plusz szirmokat is csinálni, akár másik színből is. Megcsináljuk a közepét, és akkor utána megbeszéljük, hogy legyen-e folytatás. Ez egy olyan kis virág, amit teljesen rátok bízok, hogy hogyan vigyétek tovább, milyen a plusz elemeket tegyetek bele. És most én is igazából itt a élő adás alatt találom ki, hogy hogyan is nézzen ez ki. Na, megcsinálok neki egy közepet, itt találtam egy ilyen kis csillámos dekorkumit. Ha papírból dolgoztok, akkor nyugodtan lehet ugyanúgy papírból kivágni egy kört, és a körből kivágtam egy kis darab ilyen cikket. Ezt pedig azért tettem, hogyha így összeragasztom ezt, akkor látjátok, már is térbe kerül az egész, és lesz egy ilyen kis tölcsérünk, és ezt fogom ide a virághoz ragasztani. Úgyhogy szépen ezt meg is ragasztom, és így összefogom, hogy ez egy kis térbeli mini tölcsér, majd a virág közepe az itt elkészüljön. Erre szeretnék egy kisebb ilyen kis gombóckákat ragasztani a közepére, hogy ilyen kis szép, bogyós közepe legyen, és ezzel fogjuk elkészíteni. Ezt a virágot lehet egyébként utána hurkapálcára is ragasztani, de lehet akár kulcstartót készíteni belőle, ugye, hogyha valaki filcből csinálta, ugye itt van mellettem a filc anyag, akkor ez remek kulcstartó. Egyébként behoztam ide egy régebbi videómban készítettem, ezt is megtaláltok a YouTube-on, egy ilyen kis pompomot, vagyis ezt a bojtot, ugye igazából csak két különböző színű fonalból ugye letekertem dupla ilyen hosszúságban, utána levágtam az alját, és szépen körbe tekertem szorosan, és így készült ez a kis bolt. Erre ráfűztem egy ilyen kis fa gyöngyöt, fa golyót, meg még egyet, a fa golyót ezt alkoholos filccel kicsíkoztam, és rátettem egy kulcstartó karikára. És egyébként ezen is nagyon jól néz neki pluszban ez a virág, tehát kulcstartónak is lehet használni, de szerintem jobban passzolna hozzá a filc anyag. Na, megnézem, hogy milyen kis pompomnyaim vannak. Ezek nagyon-nagyon szépek, itt ez a három kis pompom. Úgyhogy szépen ezeket én ide be is ragasztom. Pompom készítésről már szó volt korábban, úgyhogy tudja mindenki, aki nézte a korábbi adásokat,
hogy ha nincsen ilyen pompomotok otthon, semmi baj, mert hogy kis vékonyabb színes papírból istenjó pompomokat lehet gyúrni, abból le kell tépni egy kis vékony darabot és összegombolygatni, és tökéletes kis pompom lesz. Ha filcből csináljátok, akkor lehet akár ugye abból a nemezedésre való filcből hozzá kis gulyókat gyártani, és azt beleragasztani a közepébe. De maga a virág inspiráció az elkészült. Ugye föl lehet ragasztani hurkapálcára és úgy odaadni, vagy képes lapot lehet belőle csinálni, tehát hogyha mondjuk itt van egy fekete, vagy valamilyen színű karton, mondjuk nézek egy kéket hozzá, egy kék karton, egy picit nagyobb kell hozzá, de hogyha képes lapra szeretnétek rakni, akkor arra is nagyon-nagyon jól néz ki. De valójában igazából faliképet is lehet belőle csinálni, nyilván több ilyen virágot kell gyártani, de hát pár perc alatt le tudtátok velem együtt gyártani, és nézzétek meg, hogy faliképre téve egy 3-4 ilyen kis virág, mennyire mutatós kis szobadekoráció lenne, és milyen egyszerű volt elkészíteni. Úgyhogy ezt a kis virágkészítést mindenképpen érdemes megjegyeznetek, és máskor is vegyétek elő, hogyha tetszett, és csináljátok belőle minél többet. És közben megjött a sorsolás eredménye, ugye itt a Facebookon és az Instagramon is lehetett nyerni egy dupla papírzsákot, amit én fogok kidekorálni, és nagyon-nagyon örülök, hogy látom, hogy egy fan oldal nyerte, úgyhogy a csorba.anita.fan alsóvonás oldal nyerte ezt a kis dupla csomagot. Gratulálok hozzá, ezt majd közé is tesszük, és hamarosan postára adjuk a nyereményetet. Menjünk át közben a második alkotásra, ami kicsit lesek, egy 6-os fonásos virágos, virággal díszített dekoráció lenne, vagy egy ilyen kis használati tárgy, ez is lehet akár kulcstartó. És az a lényeg, hogy megmutatom, hogy hogyan kell 6-os fonást elkészíteni. Úgyhogy erre szeretnélek most megtanítani titeket, mert ugye ezt nagyon sok ilyen kis szobadekorációval lehet használni. Ahhoz, hogy jól lássátok ezt a 6-os fonást, 3 különböző színű fonalat fogok ide magam elé készíteni, és úgy, de jó, hogy látjátok már a közeli kamerán, és most itt szépen el is rendezem, hogy jól lássátok majd. Jaj. És tökéletesen fogjátok szerintem látni. És a 3 különböző szín pedig abban segít, hogy jól lehessen ezt majd követni. Így kell még egy 3. szín. Hogyha valaki nem tudja a 3-as vonást, az se jegyen meg. Most először akkor a 6-os vonást fogja megtanulni, és meglátjátok, hogy innentől pedig meg már nagyon egyszerű lesz a 3-as vonás. Fölkötöm erre a kis ceruzára most a fonalamat, és egy csomóval indítok. Ha van kedvetek megtanulni ezt, akkor érdemes ugye fonalakat előkészíteni. Hogyha nincsen fonál, akkor is mutatok mindjárt egy opciót, ami szintén rengeteg mindenre használható. Mégpedig a pólófonál. Na nézzétek, csak úgy helyezem el itt a fonalakat, hogy színek nagyon jól kiadják majd, hogy hogyan fonom ezt a 6-os fonást. Tehát 2 csoportra osztottam, belül helyeztem el a kékeket, középen a rózsaszíneket és kívül a sárgákat. És hogyha valakinek nincsen fonala, tegnap volt egy meghívásom, és egy nagyon jó kis kreatív élőt tartottam a Liget gyermekprogramok, Liget online gyermekprogramok csoportban, és ott készítettem pólófonalat, úgyhogy azért van nálam pólófonal. Gyakorlatilag, hogyha levágjátok olyan 3-4 centi széles csíkokra, kitekergetem, és akkor fogjátok látni, a már nem használt, kinőtt vagy egy picit elfakult pólótokat, akkor, hogyha meghúzzátok, akkor varázslatra bepöndörödik a szél, és tökéletes pólófonalatok lesz. És ezt is lehet fonásra használni, ebből csináltam tegnap egyébként 6-os fonással karkötőt, hogy 6 ilyen pólószálat összefogtam, összefontam, és nagyon-nagyon szép kis karkötő lett belőle. Na és akkor most mutatom is, hogy akkor a 6-os fonást hogy kell csinálni. Először a külső jobb baloldali szállal indulunk, a második szál az adott esetben most a rózsaszín fölött,
és a harmadik szál alatt vezetjük el a szálat, és szépen letesszük ide középre. Ugyanúgy a jobb oldali csoportnál is, a második szál fölött és a középső harmadik szál alatt vezetjük át a szálat. Mindig vigyázzunk, hogy minden szál a helyén maradjon. Megérkezett a két sárga fonál középre, és itt a bal oldalit, egyébként el lehet dönteni, hogy a bal oldalit vagy a jobb oldalit, de az enyém, hogy mindig ugyanazt, az egyik fölé kell helyezni és így keresztezni. Én, mivel balkezes vagyok, nekem ez áll kézre, mindig a bal oldalit fogom a jobb fölé helyezni, és így keresztezni. És hogyha ezt figyeltétek, akkor már tudtok is hatos fonni, hiszen ezt kell folyamatosan ismételni. De azért még egyszer elmondom, mert nekem is azért egy ideig tartott, mire belém rögződött a mozdulatsor. Tehát a külső baloldali szállat a második szál fölött, a harmadik szál alatt elvezetem, középre megérkezett, és ugyanúgy ezt megcsinálom a másik oldalon, a külső szállat a második szál fölött, és a harmadik szál alatt elvezetem, megérkezett középre a két rózsaszín szál, szépen a baloldali szállat áthelyezem a jobb fölé. És most óvatosan meg is húzom. Hát ezt kell szépen sokszor ismételni, és egy gyönyörű karkötő vagy makramé fonalat tudtok belőle makramé szálat csinálni. Én is csinálok még belőle egy jó párat, hogy lássátok egy picit a végeredményt, hogy milyen szép egyébként ez a hatos fonás. A póló fonalra nyilván sokkal haladósabb, úgyhogy ha valaki szereti a haladós melót, vagy haladós alkotást, akkor érdemes pólófonalból dolgoznia, mert abból gyakorlatilag 5 perc alatt elkészítettem tegnap élőben az alkotást. Szépen a fonás, majd mindjárt itt is kiigazgatom, és akkor megmutatom a kamera előtt, de azért még egy 2-3 sort itt csinálok. Fölül elvezetem, alul, középre, fölül és alul. Megérkezik középre, és szépen keresztezem a két középső szálat. Kicsit igazgatok, és ilyenkor nagyon vigyázzatok, hogy ne keveredjenek el a szálak, hogy megmaradjon az a sorrend, ahogy megérkezett. Így egy kicsit kiigazgatom, és mehetek tovább. Természetesen ennél majd szorosabbra kell húzni, hogyha ezt szeretnétek ebből valamilyen karkötőt vagy nyakláncot csinálni, de az elején érdemes így lazábban hagyni a dolgokat, és aztán be fog ez így állni szépen az egész, hogy látszódik a minta. Na, én is akkor megigazgatom, hogy látszódjon, még egy kicsit szorosabbra húzom, és akkor kiderül már, hogy milyen jól látszódik, és igazából az elején nehéz így megtalálni a ritmust is, meg a mintát is, de ha már elkezd beállni a minta, akkor onnantól kezdve már szépen lehet a megfelelő szorosságot megtalálva, ugye mindig olyanra meghúzni ezt a fonást, hogy szép legyen. Na, egy picit még keresem itt a megfelelő szorosságot, de már azért jól látszódik, hogy milyen különleges kinézete van. Na, meg is mutatom nektek a kamerában. Látszódik, hogy milyen szép. Ez a hatos fonás. Na hát most már tudtok hatos fonni, úgyhogy ebből szeretném, hogyha csinálnátok karkötőt, és mindenképpen küldjétek el nekem. Ugye már-már egy nagyon jó kis rutin lett, hogy rengeteg alkotást küldtök, ugye be lehet tölteni a Facebook csoportba, nagy szeretettel várom őket, és mindig nagyon-nagyon örülök, hogyha látom, hogy milyen szépet csináltok, és nagyon sokan le is pipáljátok az eredeti inspirációt, hogy annak meg mindig nagyon külön örülök, hogy még tovább gondoljátok, még így színezitek, úgy színezitek, és nagyon szép alkotásokat hoztok létre, és várom továbbra is az alkotásokat. Mutassátok meg, hogy mit alkottok ebből a hatos fonásból. Remélem, hogy tetszett ez az inspiráció is. A harmadik ilyen természetközeli inspiráció most a mai napon levélfestés lesz. Csak zöld festékkel nem készültem, de majd mindjárt feltalálom magamat. Szóval levélfestés, amihez zöld festéke, de van kékem, úgyhogy tudok keverni. Van sárgám, meg kékem, és abból fogok zöldet.
Ugyanis arra gondoltam, hogy a trópusi fa levél mintát fogom megmutatni nektek. Oda nem állok, de igen, mert akkor hátat fordítanék. Vagy ha lekapcsolsz erre a kamerára, akkor felállok. Jó, akkor elmegyek a zöld festékért, és akkor egy picit könnyítem a dolgomat. És mire nem jó a két kamera, könnyen el tudok menni a zöld festékét. Hát ilyet se tapasztaltam még. Na, hogyha tetszik nektek ez a kreatív pihenő, akkor jöhetnek a lájkok. Illetve, aki még most van itt először, az annak mondom, hogy már ez a 11. hét, minden nap élőzök, és köszönöm szépen, még több zöld festék jött. Most már van elég zöld festékem, köszönöm. Esetleg akkor egy akvarellpapírt is kaphatok. Szóval, aki most van először, annak meg mondom, hogy ez már a 11. hét, és 130 adáson is túl vagyunk, és egy kreatív pihenőben élőzöm minden hétköznap délután, úgyhogy csatlakozzatok, mert még ide az iskola szezon végéig minden nap fogok jelentkezni ilyen kis élő inspirációkkal, és velem közösen lehet alkotni. Na hát, akkor mutatom ezt a trópusi fa levél mintát, hogy hogyan kell megrajzolni, és ez most ez a nagyon klasszikus levél lesz, majd mindjárt fölismeritek. Tehát, hogyha itt most látjátok, akkor rajzolunk egy ilyen kis dundi csepp mintát. Jó, ezt rajzoljátok velem. Akinek nincsen festéke, ő is tartson velem, rajzolja meg a kontúrokat. Megmutatom egyébként egy fekete filccel, egyvonalas rajznak is milyen jól működik, úgyhogy szépen lépésről lépésre fogunk haladni. A csepp mintának rajzoljatok egy ilyen kis szárat. Így, és most pedig ceruzával kezdjetek el ilyen kis belső gírbe-gurba kis vonalakat rajzolni, úgyhogy a külső megrajzolt kontúrt azt megtartjátok. Belülre ilyen olyan mélyedéseket csináltok, hogy belül ilyen kis hurkokat alakítsatok ki, és szépen egészen letartsatok el, és akkor átmegyünk a túloldalra. Belül ilyen kis hurkok, kívül követjük a megrajzolt csepp mintát, és szépen haladunk. És szerintem már fölismeritek ezt a trópusi fa levelet, ugye nagyon-nagyon tipikus ilyen kis dzsungel mintázathoz, nagyon-nagyon jól néz ki, és ez a minta most nagyon trendi, úgyhogy ebből lehet képet, lehet táskadekorációt csinálni. Hogyha egy vonalas rajzot szeretnétek, akkor egy fekete filcet vegyetek, és kezdjétek el ugyanezt a mintát úgy megrajzolni, hogy nem emelitek föl a filcet. Lehet egyébként még extrázni is. Ha akartok, akkor ilyen kis hurkokat is bele lehet tenni, mondjuk így. Ez is jól néz ki. És akkor még egy hurkot beleteszünk, és ide a szárnál lejön. Úgyhogy így gyakorlatilag ennyi volt megrajzolni egy egyvonalas ilyen trópusi fa, trópusi levél mintát, és ebből, hogyha többet csináltak, akkor füzetdekorációnak, pólóra is nagyon-nagyon mutat. Egyébként szerintem ez az egyvonalas is baromi jól néz ki. De azért mi most tovább festjük, úgyhogy nyomok zöld festékeket, és mutatom, hogy egy kicsit ilyen akvarelles technikával hogyan lehet színessé varázsolni. Az akvarelles technika nem csak akvarellel működik, nyilván akvarell készlettel professzionális, viszont én ezt többször elmondtam, mert mutattam is itt a kreatív pihenőben, hogy akril festékkel is lehet akvarellezni, és most ezt fogom megmutatni. Nyomok kétféle zöldet, meg egy picit ilyen kékes türkizeset, hogy legyen egy picit ilyen türkizes rész is, és elkezdem a festést. Itt van a víz. Az akvarellezéshez érdemes inkább a kerek ecsetet, kerekfejű ecsetet használni, tehát ami kicsit körbeér, így gömbölyű, az ecseteknek két fő típusa van. Már is mutatom itt képen nektek, na ezt is mennyivel jobban meg tudom mutatni. Mutatom. Ezek a kerekfejű ecsetek, amik ha körbe forgatjátok, akkor mindenhonnan ugyanúgy néz ki. És ezek a lapos fejű ecsetek, amik egy oldalról keskenyebbek, és aztán szélesebbek, és ráadásul ugye egyenesre is vannak levágva. Az akvarellezéshez ezek a kerekfejűek a jobbak,
És most én ezt a picikét fogom használni, sőt nem egy nagyon picit nagyobbat, csak keresni akarok egy kicsit nem annyira használni. Tehát itt van, jó. Szóval itt van egy kis nagyobb kerekfejű, egyébként ez egy 12-es, az ecseteket számozzák, és az a méretét határozza meg, ez egy 12-es, és egyébként ez a nagyon picike, ez pedig szerintem egy 1-es, de már egy picit használt, úgyhogy nézem. Ez egy 1-es, tehát ez az 1-es, ez pedig a 12-es. Belemártom a vízbe, ugye föl is vesz az ecset jó sokat, és két dolgot tehetek. Be is vizezhetem előre a felületet, ahova fogadni fogom, ahova tenni fogom majd a festéket. Megmutatom mind a kettőt, most, hogyha már ennyire klasszul láttok közelről, és akkor legalább látjátok a különbséget. Természetesen, mivel az akrilfesték itt sűrű festék, ezt fölhigítom, és szépen rá lehet pöttyinteni ilyenkor a felületre, és elárad benne a festék, úgy, mint hogyha ugye a vízben is elárad. Látjátok? Nem tudom, hogy mennyire tudunk közel menni, de nagyon szépen látszik, ahogy halad a festék a víz ágyon, és szépen folyik el. És ez az egyik. És ilyenkor ezek az összefolyások nagyon jól látszódnak. Ugye ez az egyik technika, hogy szépen előre bevizezitek a felületet, és utána rápöttyintitek a festéket. Lehet nyilván itt van mellette a kis keverő palettám, itt már eleve összekeverni a színeket, de lehet egyenesen a színből dolgozni. A másik technika, hogy egyből a vizes festéket fölviszitek. Mondjuk úgy mutatom meg, hogy a világosat fogom először fölvinni, tehát itt ezt a világos zöldet, ezt jól bevizezem, és itt tovább vizezem. És utána hozzá teszem mellette a kéket, és hagyom, hogy összefolyjon. Ez kevésbé folyik itt össze, tehát nincsenek olyan áradások, mint amit itt az előbb csináltunk és néztünk, úgyhogy kinek melyik tetszik, szépen el lehet dönteni. Az akvarelles technikánál szerintem az is fontos, hogy hagyjunk meg benne olyan felületeket, nagyon jól néz ki, ami fehér marad, tehát kilátszódik az alapunk. Úgyhogy itt is, látjátok, itt van kis fehér terület, amit nem festek be, és ez ad egy ilyen nagyon jó kis hangulatot neki. És így gyakorlatilag végig megyünk ezen a levélen. Ez most egy közepes minőségű akvarella, tehát nem kell a legdrágábban elkezdeni kísérletezni és próbálkozni, de azért érdemes nem vékony nyomtatós papírra dolgozni, mert azért azon nehezebben folynak így egybe ilyen szépen a festékek. Kiszínez, én kifestem, még nekem nem tetszik, amikor így egybe folynak a színek, úgyhogy kifestem szépen a többi részét is. Először a vízzel, és utána pöttyintem bele, és hagyom, hogy szétáradjon. Ha valahol túl soknak érzem, mondjuk itt túl sok lett, akkor megvan az jó tulajdonsága a papírnak, hogy akár egyébként konyhai törlővel is vissza lehet törölgetni, és újra festeni, úgyhogy szépen le lehet képezni azt, ami tetszik. Asztal, imádom, amikor itt szétfolyik. Addig folyik csak egyébként a festék, ahol víz van, tehát ha előre bevizezzük a felületet, akkor azzal meg is határozzuk, hogy ugye meddig tud elfolyni. Érdemes a kontúrokig elmenni, de nem mindenhol, mert jól néz ki, hogy picit így van ez a kis szabad folyása. Még a szárát is megcsinálom, kifestem azt zöldre, és hát még egy pár helyen ilyen sötét zöld. Beleviszek. Több rétegből is lehet építkezni, de szerintem nagyon jól néz ki, hogyha az első réteget jól kialakítjuk, akkor már látszódik, hogy milyen szép lesz a végeredmény. Hát nem isteni ez a minta, nagyon-nagyon jól néz neki szerintem, egy sima fehér pólón is, vagy egy textil táskán, hát készítsétek el ti is, és mindenképpen mutassátok meg a végeredményt. Hamarosan jövök újabb 3 ötlettel, kivételesen még az is itt lesz az inspirációk csorbanitától oldalon, aztán majd
betesszük a csoportba újra ezeket az élőket, de remélem, hogy élveztétek a mai adást, hogyha igen, akkor dobjatok lájkot. És nagyon szépen köszönöm a névnapi köszöntéseket, zseniálisan jól esett, úgyhogy nagyon jók vagytok. Remélem, hogy a következő adásban is találkozunk. Osszátok meg ezt a videót, hogy jusson el minél több emberhez az alkotás öröme. Legyen szép napotok, sziasztok, szép kreatív!